Mikor szól egy dallam, benne az, mit érzek, mikor reám nézel, reád visszanézek. Mikor tekintetünk titkot rejtőn csillan, fényében egy szikra igézően villan. Mikor erős kezed fogja könnyű kezem, mikor ritmusodba belefeledkezem, mikor test és lélek dalként összeérnek, rád bízom magamat. Hittel, vezess kérlek. Eljött az ideje a táncosok napjának, aranyat, ezüstöt, vasat a gazdának, filérje ezüstből, forintja aranyból, csak az egészsége, csak az legyen vasból. Tisztelt vendégek, kedves néptáncosok, engedjék meg, hogy a mai naphoz igazított idézet által szeretettel és barátsággal köszöntsek mindenkit. Ez a rendezvényünk korábban a Magyar Kultúra Napján januárban, vagy ahhoz közel megrendezve került bevezetésre, melyet áttettünk februárra. A dátum jó, ám most a pandémia hullámzása okán és várakozásra kényszerültünk volna. Sajnos azonban a kór a mai napig nem engedett, annyit, hogy a határon túli csoportok részvétele is megvalósulhasson. Sajnáljuk őket. Nyilván azok a táncosok sem főállásban foglalkoznak ezzel a mozgásformával. Így értelemszerűen nem kockáztathatnak egy heti karantént. Így a határmenti néptánc találkozónk ma határon inneni maradt. Mégis nagyon fontos a rendezvényünk annak okán, hogy pandémia ide, koronavírus járvány oda, a gyakorlások megtörténhettek, és a bemutatkozás sem maradhat el. A Bajnóca Néptánc Egyesület fog következni. 2009-ben alakultak, és 2013 óta egyesületként működnek. Művészeti vezetőjük Bozóki Turzó Renáta. A felnőtt csoportjuk a Bihar nevet kapta, hiszen 2017-ben a Bihar Néptánc Együttessel való együttélés után emléket kívántak állítani ennek. Berettyóújfaluban lassan fél évszázada létezik a néptánc. A csoportok, találkozók, fesztiválok, minősítők állandó résztvevői. A szomszédos országokban állandó képviselői hazánknak 2015 óta évente részt vesznek a Berettyó Nemzetközi Néptánc Fesztiválon. Szoros kapcsolatban állnak a Debreceni Virág Karnevállal, ott is állandó résztvevők. Közel 110 fő táncol az egyesületben, szóló táncosaik folyamatos sikereket érnek el a különböző megmérettetéseken. Három korcsoportban népdalkör is működik náluk. A Nagy Bajnóca népdalkör Vas Lajos nagydíjjal rendelkezik. E néhány soros rövid ismertető után fogadják szeretettel a színpadon a Bihar csoport előadását, akik ma hajdúsági táncot fognak bemutatni. A koreográfia címe a Sanyi bácsié, felkészítői Bozóki Turzó Renáta és Székely Tamás. Az élet egyre inkább produkál, és egyre gyakrabban olyan folyamatokat, hogy egy jó kezdeményezés, ha több alkalommal elmarad, és megszakad egy folyamat, akkor soha többé nem éled újra. Mindezt nem szabad megengednünk. Ezért is különleges öröm számomra, hogy hamis 9. alkalommal tehetem ezt az üdvözlést hasonló körben, a szép zenére és a míves táncra való várakozás szokásos izgalmával. Ma ugyan kevesebben leszünk, de hogy a mondást tartja, ha kicsi a banda, de azért muzsikálhat még jól. És hogy ez mennyire igaz, itt a példa előttünk, hiszen Kálmán Péter vezetésével a Szeredás zenekar húzza a talp alá valót, és bár nincsenek idegesítően sokan, tehát nem egy 100 tagú, de mindig pontosan játszanak, mint egy Schaffhausen óra.
Kérem, tapsolják meg őket! A Főnix Néptánc Együttes művészeti vezetője Törökné Csécslenke, Debrecen Pro Urbe díjas néptáncpedagógusa. A Főnix 1990-es megalakulása óta három különböző korosztályú csoportban ismerteti meg a fiatalokkal a magyar néphagyomány különböző ágait. 2017-ben a felnőtt együttes közvetlen utánpótlásaként elindult a Vadrózsák csoportja. A rendszeres munka eredményeként már több sikert értek el, de említésre méltó 2018 májusában a Németországi Nemzetközi Zenei és Néptánc Fesztivál. Ugyancsak 2018-ban részt vettek az első Béres András országos koreográfus versenyen, ahol nagy sikerrel mutatták be a nádudvari táncanyagból készült koreográfiájukat. 2019-ben a 9. Hajdúböszörményi Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon a Vadrózsák csoport aranyminősítést kapott. Szólistáink rendszeres résztvevői a Béres András szóló néptáncversenynek Mike Pércsen, ahol kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek. Az első országos tirpák szóló táncversenyen Diós Eszter, Besenyei Virág második helyezést ért el. 2021-ben a 4. Berettyó gyermek szóló táncversenyen, Berettyóújfaluban, Kis Zsófia, Tóth Szabolcs, Kis Eszter, Szabó Bence, Diós Eszter, Balogh Csaba, Sitku Regina, Takács Hunor, Arany, Sápi Boglárka, Tóth Balázs ezüst minősítést kaptak. Ezeknek a fiataloknak ez hatalmas elismerés. A Vadrózsák csoport művészeti munkatársai Törökné Vajda Judit és Török Gergely. Most pedig ördöngős füzesi táncokat hoztak nekünk. A következő csoportunk Derecskéről érkezett, a Kikelet Néptánc csoport, mely 2007 tavaszán alakult, régi és új táncosokból, sőt, táncos szülőkből. Eleinte céljuk a kikapcsolódás, a testmozgás és a szabadidő hasznos eltöltése volt, azonban az első fellépés után sorra sajátították el a különböző tájegységek táncait. Repertoárjukban szerepelnek többek között széki, nádudvari, somogyi, vajdaszentiványi, hajdúsági táncok. Rendszeresen fellépnek a derecskei városi rendezvényeken, de szívesen látogatják a környező települések rendezvényeit is, ahogy eljöttek most hozzánk is. Évek óta a Keleti Kárpátok Hargita megyei Balánbányai Botorka Néptánc Fesztivál fellépői. Ezt jó lesz megjegyezni. Büszkék az aranyminősítésre és a vándorkupára, amit kitartásuknak, szorgalmuknak és jókedvüknek köszönhetnek. Vajdaszentiványi táncokat látunk tőlük. Hazai pályán köszönthetem tisztelettel ismét avatott ítészeinket, Kácsor Ignác, Gabrielát és Istvánt, táncpedagógusokat, akiknek a tánca munkájuk,
és szó szerint a legnemesebb értelmében a munkájuk, hiszen ez már valóban rég szeretett életforma náluk. Azt gondolom, hogy ennyi alkalom után már családtagként tehetem a köszöntésüket, hiszen a rétavértesi hagyományőrzők népes családjában beletartoztak. Kérem, tapsolják meg őket is, közülünk valóként. És a Főnixnek az előbb az ifjúsági csoportja volt, hát most nézzük meg, hogy mire képesek a nagyok, a felnőtt csoport, hiszen az eltelt 32 év alatt számos hazai és nemzetközi sikert értek el. Több kiemelkedő országos és nemzetközi rendezvény ötletgazdája és lebonyolítója. A 22 alkalommal szervezett Tűztánc ifjúsági táncfesztivál és ifjúsági találkozón 43 népcsoportot lát vendégül, bocsánat. Balatonszemesen, Hajdubiharban, a határon túl nagyon sokszor részt vesznek és kiemelkedő munkát végeznek. 2020-ban a 70 éves Debreceni Népi Együttes és a 30 éves Főnix valamennyi csoportja részvételével augusztus 20-án a Debreceni Szabadtéri Színpadon mutatta be együtt 100 című műsorát, mely az elszakított országrészeken élő magyarság néptánckincsén keresztül mutatta be nemzeti összetartozásukat. 30 év alatt 40 alkalommal képviselte Magyarországot különböző határon túli országokban. 2018-ban és 2019-ben számos rendezvénnyel adózott dr. Béres András néprajzkutató, múzeológus, néptáncpedagógus emléke előtt. Az együttes megkapta Hajdubihar megyei önkormányzat Kölcsei díját. Néptáncosok országos bemutató színpada minősítésen minősültek. Törökné Csécs Lenke az együttes művészeti vezetőjének munkásságát 2000-ben Csokonai díjjal, 2013-ban az Örökség Népművészeti Egyesület pedagógiai díjával jutalmazták. Mint már mondtam, az együttes művészeti munkatársai, Törökné Vajda Judit és Török Gergely, ők a Magyar Táncművészeti Egyetem egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel rendelkező táncpedagógusai. Most ők készítették föl a csoportot, Dede Zoltán gömöri táncokat láthatják. Hangulatot fog hozni a Bajnóta Néptánc Egyesület szintén felnőtt csoportja. 2013 óta egyesületként működtek. Művészeti vezetőjük Bozóki Turzó Renáta. A csoport szintén minden környéken megjárta már a táncot, és nyilván most hozzánk is újra eljöttek. Magyar lapádi táncokat láthatunk ma tőlük. A produkciónak a címe Szerettelek, szeretlek. Erre a kérdésre a választ a csoportvezető Jakab Barbara és Danca István felkészítésével rögtön megtudhatja a kedves közönség. Thank you.
Kedves vendégek, a színpadon, mint mindig, ma is képzett, lelkes és szenvedélyes táncosok állnak majd. Nekik nem azért kell a bírálat, hogy táncolni tudjanak, hanem ahhoz, hogy úgy akarnak táncolni, amivel a mozdulatsorokban rájuk hagyott örökséget minél hűebben és eredetibb módon adják át számunkra. Így szeretnék teljességgel őrizni a népzene és a néptánc hagyományunkat a tájegységek sajátosságai által. Minden apró részlet, minden apró mozdulat megpróbálódik elsajátítódni. A forgásokban, a csapásokban, a cifráknál, a váltásokban, az erőteljességen, a dinamikában, a gyorsnál, a finom mozdulatoknál, a lassúnál, szem előtt tartva a párjuk minden rezdülését. Teszik ezt mindig jókedvvel, mert úgy gondolom, tánc nem lehet jókedv nélkül. És úgy vállalják a megmérettetést, hogy nem jár érte bér. Erre szánnak sok időt, energiát, sok esetben pénzt, és csak azért, hogy a táncuk még tökéletesebb legyen. Ez a törekvés mindannyiunk részéről tiszteletet, elismerést, megbecsülést és támogatást érdemel. Kérem, tapsolják meg őket is. Így a Főnix együttest fogom felkonferálni. Törökné Vajda Judit, Török Gergely magyarózdi táncait láthatják. Fogadják őket nagy szeretettel. És akkor még mindig nem engedjük el a Főnix Debreceni Néptánc Együttest, hiszen a felnőtt csoport egy utolsó tánccal még kedveskedik nekünk, ami nem más, mint a vajdaszentiványi táncok. Fogadják szeretettel! Ezért szervezzük hát minden évben munkatársaimmal, a helyi táncosokkal is, mindig hálás szívvel ezeket a szép eseményeket. Annak ellenére is, ha néha, mint ma például, kicsit csonkább lehetőséget ad hozzá az élet. De az itt lévő szívek jósága, a hangulat, azt gondolom, minden hiányt pótolni fog. A költő soraival kívánom, hogy nem újjon el senkinek az ebben vetett hite és a kitartása. Ne légy ma ez, holnap emez, s jövőre ismét más szemez, érts légy, mely mindig egy marad, s ne törmelék,
diribb darab. A Villongó Táncegyüttes Létavértes képviseletében közel 20 éve építgeti táncolós közösségét. Nevét a falu, egyébként már város, északi oldalán átfolyó pataktól kölcsönözte, mely mára kiszáradt, és csak időszakosan, rapszódikusan él, mint a patak. A folyócskánk élete nem adekvát a csoport életével, az időszakosságot illetően. A rapszódikusság viszont teljes mértékben jellemző a csoport aktivitására. Egyik virágzásból a másik tavaszodik. Természetesen a lassuló őszök, de a zordon telek is megjelennek a két dekádnyi pályán. A jelen pillanat sorban a klímaváltozás jegyei vetülnek a csoportra. A frontok távolodnak, a fények erősödnek, s hevül a havon a zene és a tánc. Az allegória után ma a legutóbbi táncanyagból készült koreográfiájukat mutatják be. A pandémia lassította a hevületet, jövőre új anyaggal és fergeteges jubileumi műsorral szórakoztatják magukat és közönségüket. Szeretettel várunk tehát mindenkit, idézem a csoportvezető Nagy Imre szavait, 2023-ban az ünnepi programsorozatban. Egy este bökönyben bökönyi táncot hoztak ma.